Ugye még a Kecskemét is, a Kisvárda, amelyik a bajnokságban veretlen. Lassan lövő helyzet is. Jön is a lövés, Dibuszról jön ki a labda. Ott van még a gólhelyzet. Megpattan, és ott az egyenlítő találat. Kiegyenlít a mezőkövest Dražić góljával. 1-1. Hát itt nagyon sok minden történt. Egy roppant kellemetlen lövést kellett Dibusznak védenie, és előre jött ki a kapusról a labda. Aztán utána, na de nézzük. Itt les nincs. Ez már érdekes, hogy itt kézről vágódik le, vagy sem. És aztán közelről Dražić bekotorja. Besirović ad egy jó labdát, és jegyezzük meg Filip nevét, aki a lövést kapura küldi. Nagyon nagyot pattan a labda, talán szokatlanul nagyot is. Itt még az sem biztos, hogy nem Abena keze az, amelyik elsőre mentett, de Dražić a hálóba lő.